munkaerőnek a besorolásával kapcsolatban egy pillanat váltató fogadta a Városi Tanács az új munkaerő besorolással kapcsolatos határozatot, és ez arról szólt, hogy a 6 titkárság helyett 10 titkárságot alakítottunk a bemérőgazgató központjára. Igazából arról van szó, hogy pár olyan titkárságot, amelyek nagyobb voltak, átláthatóak voltak, igazából nagyon lassan és nehézkesen működtek, azokat a titkárságokat szétválasztottuk, és ezáltal próbáljuk sokkal eredményesebb és hatékonyabban tenni a közkutatásnak a működését. Elsősorban azt a titkárságot választottuk szét, hogy osztottuk fel a részletekre, pontosítottuk fel a részletekre, amely a legnagyobb volt, tehát a kommunális tevékenységgel, a környezetvédelemmel, a gazdasággal, a mezőgazdasággal foglalkozó titkárság volt, hiszen teljesen átadatlan volt a kész helyzet. Úgyhogy ebből a titkárságból három titkárságot módosítottunk, egy, amely igazából a kommunális tevékenységgel foglalkozik, utána egy másik titkárság, amely a mezőgazdasággal és a környezetvédelemmel fog foglalkozni, és a harmadik titkárság pedig a gazdasággal és a gazdasági fejlődéssel fog foglalkozni, a gazdasági fejlesztéssel fog foglalkozni. Úgy szintén szétválasztottuk a valamikori vagyonjogi és építészeti titkárságot, és ebből a titkárságból két titkárság alatt volt külön egy vagyonjogi titkárság és külön egy építészeti titkárság. Ami igazából fontos erre kiemelni, mert állandóan az volt hangosítva, hogy ez azt fogja jelenteni, egy újabb munkaerőfelvétel, egy újabb, nem tudom, pártokonál kezdtek el a Városházára, és ezáltal újra lesz, azt mondom, hogy felbővít a munkaerőnek a számunk a Városházán. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez történt, és ez is nem volt a cél. A 430 munkahelyben létezett az előző munkahelyi besorolás alapján, lehet csökkentve 347, tehát 83 munkahelyen csökkentettük a munkahelyi besorolásnak a számát, ami azt jelentette, hogy igazából, amikor az önkormányzat irányítását átvettem, akkor kb. 390-en dolgoztak itt, különböző jog alatt van, meghatározott szerződéses viszonyban, majd jelenleg 342-en dolgoztak itt. Tehát kb. 50 emberrel csökkentettük a munkahelyeknek a számát, a Városi Közigazgatás az elmúlt valamivel több mint egy év alatt. Senkinek az előző polgármester közül nem volt bátorsága belenyúlni a kérdésbe, senkinek nem volt bátorsága arra, hogy igazából megkülönbözőlással felállítani a közigazgatásnak a működését és a munkahelyeknek a számát, és nekem sem volt ez könnyű lépés, hiszen körülbelül 50 ember maradt munkanélkül az elmúlt egy év a Városházban. Ez arról szól, hogy el kell vágni ezt a folyamatot, amikor a pártérdekek mentén lehetetlenül hozni emberek, és általában azzal kell szembesülni, hogy sajnos sok esetben a szakmai tudás, a munkaerő, munkához való hozzáállás nagyon alacsony szinten volt. Az elkövetkező időszakban, az elkövetkező 2-3 hónapban, ha meghozzák a köztársasági törvényt, akkor rendben van, ha nem hozzák, akkor mi hozzuk meg a saját szabályzatainkat. Én júniustól szeretném meghozni azt a szabályozati rendszert, ahol minden hónapban osztályozni fogjuk a munkásokat teljesítményt. A titkároknak kötelezettségük lesz, hogy minden hónapban osztályozzák a munkásoknak a teljesítményét, és ennek a függvényében lesz meg eldöntve az, hogy ki az, aki megkapja.